Köszöntöm Önöket, ez itt az Egyenesben, az RTV politikai vélemény műsora. Lesz miről beszélgetnünk, hiszen ugye a négynapos hosszú hétvége után vagyunk, március 15-én pedig mind a kormánypárt megtartotta ugye a 9. békemenetét, és az ellenzék is nagygyűlést tartott Budapesten. Ezzel a témával fogunk kezdeni, de még számos aktualitás is vár Önöket, ha velünk tartanak. A mai napon, akik beszélgetnek velem és segítségemre lesznek, Nagy József a 24.hu újságírója, valamint Nagy Ervin a 21. század elemzője. Szervusztok! Szervusztok, sziasztok! No, hát kezdjük is akkor a legaktuálisabbal. Ugye tegnap úgymond mindenki fölvonult, és mindenki Budapesten emlékezett is, és egyben nyilvánvalóan komoly és fontos üzeneteket is átadtak beszédeikben, mind a kormány oldal, mind pedig az ellenzéki oldal is. Ki hogy látja? Mindenki ilyenkor nyilvánvalóan a számokkal van elősorban elfoglalva, mert ez egy demonstrációs dolog is, ugye, hogy mennyi embert tudtak megszólítani. Ki hogy látja közületek, és majd aztán elemezzük a részleteket is. Ki kezdi? Hát ha ránézünk, ha ránézünk a hírportálokra, akkor azt látjuk, hogy ugye most van felvételről vagyunk 11.33, és egyetlen hírportálnak a címlapján a felső nyitó részben sincsen hír, illetve minimális hírek vannak a tegnapi beszédekről. Annyi minden történik a világban, hogy a tegnapi események tegnap voltak érdekesek. Egy-egy címszó marad meg az emberekben, talán az, hogy Márki-Zay Péter azt mondta, hogy egyetlen választásunk van most, hogy Keletet választjuk, vagy az oroszokat. Orbán Viktortól pedig, hát nem is tudom, inkább az Orbán Viktorra való reakciók voltak érdekesek. Talán Alföldi Robertet olvastam most, hogy ő végtelenül érzéketlennek tartotta Orbán Viktor beszédét, és arra hivatkozott ugye a színész rendező, hogy nem volt egyetlen egy az ukránokkal együttérző mondata sem Orbán Viktornak. Oké. Akkor első körben megvagyunk. Ervin? Igazából az, hogy mennyien voltak, az szerintem egyértelmű, és mindenki látta. Számháborút nem érdemes vívni. A békemeneten több százezren voltak, az ellenzéki, nem tudom, hogy ünnepnek lehet nevezni, vagy inkább tüntetésnek, szerintem műfajában inkább tüntetés volt. Néhány ezren voltak, de nem is a számháború. Akkor mégis számháborút ezek szerint. Nem is az az érdekes. De szerintem ez egyértelmű, tehát mondjuk azon vitatkozni, hogy melyiken volt több, nem lehet, mert egyértelmű. Ja, értem, de hát ugye, jó. Tehát ezzel vitatkozni szerintem teljesen fölösleges, de szerintem nem is ez a lényeg. Tehát a számháborún túl szerintem egy minőségi küzdelem is volt, és a minőségi küzdelemben is én úgy látom, hogy a békemenet és a kormányzati megemlékezés nyert. Mire gondolok? A békemenetnek volt egy méltósága, hallhattuk azt, hogy Magyarország szabadságra vágyik, Magyarország békére vágyik. Egyébként Alföldi Róberttel vitatkoznék, mert konkrétan volt utalás arra, hogy együtt érzünk az ukránokkal, és hogy másképpen gondolkodunk a menekültekről, mint a migránsokról. Szerintem ez egyértelmű üzenet volt. Másrészt Orbán Viktor köszönetet is mondott, hogy összefogott az ország az ukrán menekültekért. Azon kívül hallhattuk a legfontosabb üzeneteket. Magunk urai akarunk lenni, szabadságot akarunk, ugye ez 48-nak az üzenete. Azzal viszont nem tudok mit kezdeni, hogy a másik oldalon a legfontosabb üzenete Dobrev Klárának az Európai Egyesült Államok megteremtése volt, amit szó szerint ki is mondott. Ezzel szerintem a Jobbik is nehezen tud azonosulni. Ez nála egy ilyen nagyon fő téma, mert általában mindig nála ez egy ugye kardinális kérdés, tehát ő ezt sokszor hangsúlyozza. Én ezt értem abszolút, ez az ő programja, a Jobbiknak talán nem annyira, de nem tudom, mit keres 48-as és 49-es forradalom és szabadságharc megemlékezésén ez a gondolat. Józsi? Az európai, hát az egyrészt a számháború, ugye azt tudjuk, hogy a Fidesz rendezvényei, a Fidesz egy olyan típusú párt, egy olyan aktivistákat mozgató párt, hogy az ő rendezvényei rendre sokan vannak kint. Van, aki még 2 milliót is számolt annak idején, én akkor kevesebbet számoltam, de akkor tényleg nem menjünk bele számháborúba. A választásokon mindenkinek egy darab voksa van, a pártlistán meg egy az egyénil. Attól, hogy hányan mennek ki egy rendezvényre, az önmagában egy pártnak az erejét nem mutatja. Ezzel együtt persze nyilván a Fidesz Magyarország legerősebb politikai pártja.
az meg, hogy ez a legerősebb politikai párt képes lesz legyőzni a hatpárti ellenzéket, az pedig majd jövő hónapban fog eldőlni. Igen, most már nagyon... A mondat az első részével egyetértek, tehát április 3-a nem lefutott. Ez a március 15-i rendezvény nem mutatja azt, hogy ezzel már egyértelmű lenne a Fidesz-KDNP-nek a győzelme. Azonban a tömeg, mint látvány, a mondani való, mint tartalom, a belbecsés, a külcsén, azért mégiscsak lehet vonzó. Tehát azért két és fél héttel, jól számolom, a választások előtt látni az összetartást, a mozgósítást, annak azért mindenképpen van valami pszichológiai hatása. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogy ma már ez nem téma, ez nem igaz. Egyrésztről az élmény az megvan, akik részt vettek, azoknak az aktivitása az erős. A másik oldalon pedig szerintem volt egy pici csalódottság is. Azért az, hogy 9 előadó van, szerintem eleve egy rossz gondolat volt, tehát senki nem mutatott alázatot, hogy visszalépett volna egyet, és azt mondta volna, hogy elég, hogyha csak 2 megemlékező vagy 2 tüntető lép fel a színpadra. Szerintem ennek borzalmas üzenete volt, nem az egységet üzente, hogy mindenki fel akart menni a színpadra. Igen, ez egy látható elem volt. Józsi, két különböző struktúra. A Fidesz ugye egy darab párt, még ha nevében 2 darab párt is van, Fidesz-KDNP, de ugye a KDNP nem létezik, egy darab párt van, egy darab megkérdőjelezhetetlen vezetővel van, vele szemben pedig fölállt egy ellenzéki együttműködés, és ha éppen valamelyik ellenzéki együttműködési tagnak a vezetője nem ment volna fel a színpadra, akkor abból a Fidesz-közeli politológusok nyilván rögtön azt mondták volna le, hogy annyira háttérbe szorult már ez az amúgy is jelentéktelen senki, hogy már a színpadra sem engedték fel. Nyilván, hogyha van egy politikai erő, amelyik belép egy politikai együttműködésbe, akkor annak egy politikai rendezvényen az ő vezetőjének ott a helye a színpadon, hogy elmondja, hogy mit gondol. Igen, ezt értem, de a gondolatuk is mások voltak. Tehát pont mondtam, az Európai Egyesült Államoknak az ideáját azért az egy nagy törés az ellenzéken belül. És ha már üzenetről van szó, én azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nem a számháborút nyerte meg a békemenet és a megemlékezés, a jobboldali kormányzati megemlékezés, hanem szerintem a minőségi küzdelmet, az üzenetet is, a narratívát is megnyerte. Hát ugye ez egy sokszínű, az ellenzéki összefogás egy sokszínű összefogás, és egyébként, hogyha eltekintünk attól a speciális helyzettől, ami Magyarországon van, egy átlagosan működő demokráciában a programoknak az egyeztetése az nem a választások előtt történik, hanem a választás után történik, amikor kiderül, hogy mely pártok azok, amelyek képesek lehetnek összefogva koalíciót alkotni, és akkor ülnek le megbeszélni azt, hogy most mi az Európai Egyesült Államok felé megyünk, vagy más felé megyünk, ami egyébként az Európai Egyesült Államoknak a gondolata sem egy egyértelmű kifejezés. Nagyjából azt jelenti az én olvasatomban, hogy az Európai Unió tagállamai közötti integrációt növelni kell, és nem pedig csökkenteni. Ezt jelenti az Európai Egyesült Államok gondolata. Szemben az Orbán Viktor által egyértelműen képviselt nemzetállami Európai Unió gondolatával, ahol az egésznek egy keretet adna az Európai Unió, és a nemzetállamok pedig minél több kompetenciát, hatáskört kívánnak megtartani önmaguknak. Egyik sem magában elvetendő, egyik sem ördögtől való, mind a kettő mellett hosszan lehetne érvelni, és ha valaki úgy érvelje, a másik egy gazemberség, akkor szerintem azzal követel gazemberséget. Jó, most vártam, hogy egy kis hatásszünet, ugye azért itt kapcsolásban vagyunk, hogy ki hogy reflektál, de akkor tovább vezetem a dolgot. Azért annyiban nyilván a narratívában mindenhol jelen volt az, hogy ez az idei választási év egy megváltozott helyzet. A háború minden fölülírt. Ettől függetlenül itt pedig kőkeményen zajlik, ugye, illetve megy a visszaszámlálás, és most már csak kevesebb, mint 2,5 hét talán, annyi van vissza. Szóval ennek tükrében, ennek árnyékában maga a háború kérdése egyik vagy másik oldalt miként befolyásolta, vagy befolyásolhatja, mit olvashatunk ki a háború kitörése óta itthon a politikai narratívákból? Én a március 15-i rendezvényen mindkét oldalról a béke üzenetét hallottam. Hát Orbán Viktor is a béke szükségességéről beszélt, az ellenzék is erről beszélt.
Az utóbbival nekem csak annyi a problémám, hogy ebben a kérdésben azért volt egy össze-vissza beszéd, egymásnak ellenmondó nyilatkozatok sora az elmúlt időszakban. Mindenesetre most március 15-én tényleg a béke volt az üzenet. De visszatérve az előbbi gondolatra, és ide kapcsolva akkor a béke üzenetét, azért mégiscsak, hogyha stabilitásról beszélünk, és az egyik oldalon azt mondja a jobb oldal, hogy a stabilitás érték, a bal oldal ezzel szemben azt mondja, hogy a sokszínűség az érték, akkor én azt hiszem, hogy ennek is van egy olyan üzenetértéke, hogy ki az, aki igazán egy válságban hatékonyan tud cselekedni, milyen politikai erő az, amely egy háború esetében ki tudja magának a békét vívni. Józsi? Hát én most inkább azt emelném ki, hogy ezzel együtt, amit Ervin mond, minden szavával egyetértek, de a fideszes médiában azt olvasom ma, hogy Orbán Viktornak, a Fidesznek meg kell menteni a Magyarországot a baloldaltól, amely ugye a háborúba akarja bele sodorni. Számos mai címlapot hozhatnék ide föl, de nem akarok ráfámocsatni egyiknek sem. Tehát, hogy a baloldal akarja belesodorni a háborúba, a szó szerint ki is írtam, nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot a háborúba. Na most itt a baloldal a legkevésbé, akkor ebben egyetértünk Ervinnel, a legkevésbé sem akarja belerángatni a háborúba Magyarországot, nyilván a jobb oldal sem akarja belerángatni a háborúba Magyarországot, épp ezért nem akarja a háborúba belerángatni Magyarországot. Ugye itt egy ilyen szokásos fideszes kommunikációs módszerpanelt látunk, hogy hazugságot nem az ellenfél állításával vitatkoznak, hanem vagy az ellenfél személyének a megsemmisítésére, hiteltelenítésére törnek, vagy pedig egy hazugságot adnak az ellenfél szájába. Ugye a fegyverszállításról megy a polémia, hogy Magyarország szállítson-e fegyvert Ukrajnának, segítse ezzel Ukrajnának a védekezését. Azt hangzik el a Fidesz részéről, Orbán Viktor részéről, hogy nem adunk fegyvert Ukrajnának, mert azzal akár magyar emberekre is lehetne lőni, ami szerintem egy teljesen abszurd felvetés. Hát azokkal a fegyverekkel nem magyar emberek lőnek, hanem az ukránok lőnek az oroszokra. Miképpen ugye azokkal a nyugatról, leginkább Németországból származó páncéltörő, nem tudom micsodákkal lövik ki az orosz tankokat. Ugye Magyarország a NATO-nak a tagja, ez a NATO szállít. A NATO költségvetésében Magyarország részt vesz, Magyarország és a NATO szállít ugye fegyvereket Ukrajnának, tehát Magyarország is szállít a NATO részeként fegyvereket Ukrajnának. Tehát az egész állítás, meg az egész érvelés szerintem teljesen abszurd. Ezzel nem teljesen értek egyet. Amit én mondtam, az a március 15-i üzenet volt. Március 15-én valóban a béke mellett tört, vagy a béke mellett szólt az ellenzék. Én az elmúlt időszakban való megszólalásukat beszéltem, vagy ról beszéltem, az össze-vissza beszédről, és az tagadhatatlan, és itt a szövegkörnyezet szerintem nem változtat azon, hogy Márki-Zay Péter háromszor is beszélt arról, hogyha a NATO kéri, vagy valamelyik szövetségesünk kéri, akkor magyar katonákat is kell küldeni Kárpátaljára, vagy Ukrajnára, az ukrán-orosz frontra. Legutóbb, ahogy kiszivárgott egy fórumon a Jobbik alelnöke is szó szerint azt mondta, hogy nem sorkatonákat, hanem szerződéses magyar katonákat kell küldeni a frontra. És hát számos olyan ellenzéki megszólás volt, ami a fegyverek küldéséről szólt. Szerintem ez egyrészt szereptévesztés, azért szereptévesztés, mert sem az Egyesült Államok, sem a NATO nem kíván katonákat és fegyvereket küldeni az ukrán frontra. Másrésztről felelőtlen, kockázatos megszólalás, harmadrésztről pedig magyar ellen fordít. Azért az, amikor a kárpátaljai magyarokról úgy beszél Márki-Zay Péter, hogy Fidesz szavazó, hogy orosz barátok, azért ez mégiscsak egy kockázatos és felelőtlen mondat. Mégiscsak azokat a magyarokat sérti meg, akiket egyébként burkoltan választási csalással is megvádolt egy gondolat sorában Márki-Zay Péter, másrésztről pedig veszélybe sodorja őket. Hát azzal célpontokká teszi őket, hogyha orosz barátnak nevezi a kárpátaljai magyarokat. Én amikor azt mondom, hogy az eddigi össze-vissza beszéd veszélyes és felelőtlen volt, akkor arra gondolok, hogy március 15-én valóban nem, de az előtte lévő időszakban volt ezzel szemben olyan gondolat, olyan mondat, ami igenis veszélybe sodorhatja Magyarországot, rosszabb esetben háborúba is sodorhatja Magyarországot. De mivel sodorhatna háborúba Magyarországot? És te is most ide azzal, hogyha katonákat és fegyvereket küldünk, a fegyvereket küldünk, az célponttá válik. Ha katonákat küldünk, azzal
a nemzetközi volt... jog szerint háborús félé válunk. Tehát az okay, okay, ugye a fegyverküldés azért megbeszéltük szerintem, tehát visszahozhatjuk még egyszer, fegyvert az egész NATO küld, az a NATO, melynek Magyarország a tagja, az a NATO, melynek a költségvetéséből Magyarország kiveszi a részét. Tehát, hogyha Magyarország fegyvert küld, vagy ha a NATO fegyvert küld Ukrajnának, akkor Magyarország is küldi ezeket a fegyvereket Ukrajnának. Lehet mellette, nem tudom, hadoválni, meg konfabulálni, de attól még ez tény, hogyha én benne vagyok egy gimnáziumi harmadik B-osztályban, és az osztály pénzből segítjük a szomszéd nénit, akkor én magam is segítem a szomszéd nénit. Ez szerintem teljesen egyértelmű a katonák küldése. Ez nem egyértelmű, nem. Mert a NATO-ba lehet azt mondani, hogyha már te példádnál vagyunk, hogy én most ebben nem adok be. Ebbe a igen, mert a NATO nem írhatja el, ugye ez egy vita volt, most mindenki újra ezt is tanulja, mert nyilván mi nem tudtuk. Tehát, hogy a NATO, ha jól tudom, nem szabhatja meg azt, hogy mi küldjünk fegyvereket, nem szabhatja meg azt, hogy mi egyértelműen részt vegyünk egy háborúban, hanem úgymond erős ajánlásokat tehet, de ebbe segítsetek ti, hogy látom. A NATO költségvet, NATO-nak van egy költségvetés. Ebben a költségvetésben Magyarország betesz valamennyi pénzt, nyilván kevesebbet, mint amit a NATO elvárnak, pláne az Egyesült Államok. Nem, ez nem igaz. Elvárnak. Ez nem igaz. Többször dicsérték meg Magyarországot, hogy a GDP arányosan jól teljesít Magyarország. A németekkel kapcsolatosan volt nagyon sok kritika az Egyesült Államok részéről. Hát akkor nem ugyanazokat a számokat, meg újságokat olvassuk. Ugye, jól emlékszem, akkor a GDP 4%-át várná el az európai tagállamoktól az Egyesült Államok. Ennek mi messze alatta vagyunk, szerintem 2% körül vagyunk mi. De hogyha tévednék néhány 10%-ban, akkor én az Egyesült Államok akkor dicsért meg bennünket, amikor néhány évvel ezelőtt egyrészt vásároltunk, ha jól emlékszem, tankokat, Leopard típusú tankokat Németországtól, valamint az Egyesült Államoktól vásároltunk valamilyen, nem tudom, váról indítható akármilyen rakétákat, akkor valóban kaptunk dicséretet, hogy emeltük a magyar költségvetésnek a részesedését a NATO-ból, de még mindig nem érjük el, messze nem érjük el azt a szintet, amit az Egyesült Államok, ugye a NATO legfőbb finanszírozója elvárna tőlünk, de a kérdés második fele, katonákat akar Magyarország küldeni. Márki-Zay Péter, az összes többi ellenzéki vezető ezerszer elmondta, nekem nem tisztem, hogy őket hangosítsam, de hát akkor, ha már így szóba került, akkor nem tudom ezt elkerülni. Elmondták, hogy Magyarország nem akar katonákat küldeni Oroszországba, Ukrajnába, nem kívánja, hogy eszkalálódjék az orosz-ukrán konfliktus, és elmondta Márki-Zay is számos alkalommal, amennyiben a NATO szerepet vállalna, ne adja Isten, ebben a konfliktusban, ha maga a NATO valamilyen módon belesodródna ebbe a konfliktusban, mondjuk úgy, hogy például az oroszok ukrajnai atomlétesítményeket támadnának direktben, tehát hogy ahol valóban maga a reaktor sérülhet, akkor ez még mindig vitatár, ilyenkor a NATO-nak mit kell tennie. De ugye, hogyha sérülne mondjuk egy reaktor, akkor adott céljárás esetén Nyugat-Európában sodródhatna a sugárzó felhő, tehát ilyen esetben a NATO akármik be is avatkozhatna, vagy ha valamely NATO tagországot, bármely NATO tagországot megtámadna az orosz hadsereg Ukrajna után, akkor megint csak nem, hogy belesodolódna, hanem ugye az ötös cikke értelmében a NATO-nak ebben a háborúban részt kell vennie, meg kell védenie minden tagországát. Tehát ebben az esetben, hogyha maga a NATO lép be az orosz konfliktusba, akkor Magyarországnak kell adni, vagy mondja ezt Márki-Zay Péter, akkor Magyarországnak kutya kötelessége katonákat adni ebbe. De Márki-Zay Péter nem ezt mondta. Márki-Zay Péter nem mondott olyat, hogyha megtámadná a NATO-t Oroszország, mert az más. Tehát a védelemben valóban kötelesek vagyunk egymást megvédeni, ötös cikke szerint, ugye jól emlékszem én is, de ő nem erről beszélt. Ő arról beszélt, hogyha NATO úgy dönt, akkor küldünk katonákat. Ez igen. Más. Más, mint a védelem, és más, mint a támadás. De másik a NATO, pedig, hogyha Potocskai nén Körös Jantának meghallgatod a mondatát, és azt idézzük ide, hát ő szó szerint azt mondta, mostani, hogy nem sorkatonákat, hanem szerződéses katonákat kell küldenünk a frontra. De szó szerint mondta, ezt nem lehet másképp. Na de mikor? De Ervin, akkor, hogyha a NATO ebben az egészben, tehát nem Magyarország önállóan venne részt ebben, nem Magyarország, nem Potocskáné, mint hogyha őt tartanám az ellenzék orákulumának, mert hogy aztán Potocskáné mit mond, az Zakson. Hát Jobbik alelnökéről van szó. Oké, értem, jó, akkor Potocskáné orákulum, egyébként minden, jó. De ugye Potocskáné nem fog tudni küldeni szerződéses katonákat, hivatásos katonákat Oroszországban, meg Ukrajnában,
akkor tud küldeni Magyarország hivatásos katonákat Ukrajnába, amennyiben a NATO katonákat küld úgy általában Ukrajnában. Azon lehet vacilálni itthon, megvitatkozni, ez egy érvényes vita, hogy amennyiben a NATO úgy látja, az Egyesült Államoktól, Washingtontól, Berlinig úgy látják a NATO vezetői, hogy szerepet kell vállalnia a NATO-nak Ukrajnában, mondjuk azért, hogy az előbb mondtam, hogy például direktben támadnak rakétákkal ukrajnai atomlétesítményeket és komoly veszélyek. Ezt te mondod, ezt Márki-Zay Péter ilyet nem mondom. De nem, de magunktól nem megyünk oda. Ez már a te magyarázatod. Ervin, a NATO akkor megy oda, hogyha a NATO végveszélyt lát, a NATO, bármely NATO tagországra, vagy a nyugati civilizációra való veszélyt lát, akkor fog oda menni. Amíg a NATO nem megy oda, addig Magyarország sem akar oda menni, ezt mondta Márki-Zay Péter is. Tehát ne feltételezzük már azt, vagy ne adjuk már a szájába se Potocskánénak, se Márki-Zay Péternek, hogy majd Magyarország bátran elküld 342 fő hivatásos magyar katonát, miközben az egész NATO oda az állomásodik, és a lapos tévéjén nézi az orosz-ukrán háborút. Nem. Magyarország akkor venne ebben részt, akkor érvényes egy ilyen kérdésnek a felvetése, hogyha maga a NATO csapatokat küldene ebbe a konfliktusba, akkor Magyarországon lehet arról beszélni, hogy küldjünk-e vagy sem. Ez egy érvényes vita. Lehet azt mondani, hogy az egész NATO küldjön, de mi a szomszédjai vagyunk Ukrajnának, és mi inkább nem akarunk küldeni. Meg amellett is lehet érvelni szerintem, hogy ha a NATO tagjai vagyunk, és élvezzük azt, hogy a NATO őrzi Magyarországot, és véd minket mondjuk Oroszországtól, akkor kutyakötelességünk nekünk is 30-40-50-200 fővel hivatásos katonákkal képviseltetni magunkat egy NATO kontingensben. Erről lehet beszélni, egyik sem hazaárulás, csak akkor legalább nem mondjuk azt, hogy Potocskányi meg akarja támadni Oroszországot, mert ez... Ezt nem akarsz, nem azt mondta, Potocskányi, ez már a te értelmezés volt. Ez már a te értelmezésed volt. Én azt mondtam, hogy Potocskányi úgy fogalmazott, és most próbálom szó szerint idézni, hogy nem a gyerekeinket és az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a magyar NATO-szerződéses hadköteles katonákat, akiknek ez a dolga. Szerintem ez egyértelmű üzenet, és mégis a kormány... Ervin, milyen egyértelmű? Az az üzenet, hogy ha a NATO hadviselő félként belép ebbe a konfliktusba, akkor mondja Potocskányi, nem a gyerekeinket akarjuk elküldeni, hanem azokat, akinek ez a szakmája. De nem most, nem úgy akarjuk elküldeni ezeket. Azért mondtam a szereptévesztést. De én úgy kezdtem a gondolatomat, hogy egyrésztről szereptévesztés. De egyelőre a NATO nem akar küldeni katonákat, de egyébként, hogyha küld, akkor sem vagyunk kötelesek küldeni. Egy esetben vagyunk kötelesek részt venni benne, ha megtámadnak minket, vagy megtámadják a NATO-t. Egyelőre ilyenről szó sincs. Szerintem most azért mondom azt, hogy most végre jutottatok arra, mert most már itt ilyen feltevéseken alapuló vita megy, és most jelenleg a helyzet az, és ez mindannyiunk érdeke, és a világ érdeke, hogy sem a NATO, sem az Egyesült Államok, és semmelyik más nagy hatalom nem kíván ebben a háborúban névlegesen részt venni. Aztán persze, hogy ki hogyan juttat-e, milyen dolgokat oda, az egy másik kérdés. Innen indultunk. Nekem annyi volt csak a felvetésem, hogy közben olvasom egy mai egy fideszes bulvárnapnak a címlapján az egész címlapot beterítő szöveget, hogy nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot a háborúba, akkor ez egy uszítás, ez egy hamis állítás, mert a baloldal nem akar senkit sem belángatni a háborúba. A baloldal arról beszél, amiről eddig is beszéltem, és egyébként nem is a baloldalról beszélünk, hanem a nem fideszes oldalról beszélünk, aminek egy része baloldal, másrészt. Jó, ez nem messzire vezet. Ennyire ne differenciáljuk ezt a kérdést. Senki nem akar háborút, ez a lényeg. De szerintem nem ugorjunk, az az ugorjunk. Nyugodjunk meg, persze, de az uszítás szerintem az. Uszítás szerintem az, amikor azt mondja Márki-Zay Péter, hogy orosz barátok az ukrajnai magyarok, a kárpátai magyarok csalnak a választásokon és fideszesek. Szerintem nem ezt mondta, ennél sokkal differenciáltabban beszélt Márki-Zay Péter. Rettentő rossz mondat volt egyébként, de nem már kellett megint volna azt mondania, de akkor legyünk vele méltányosak. Ő azt mondta, hogy voltak sokan, ami egyébként tényállítás, voltak sokan az előző országgyűlési választáson. Százak jelentkeztek be egy-egy, nem tudom, 50 négyzetméteres keleti határmenti házba, több ilyen volt, és ezek az emberek átjöttek, riportok születtek, videófelvétele, hangfelvétele, ahogy a falu lakossága felháborodva beszél arról, hogy buszokkal hoznak ide Kárpátaljáról kárpátaljai magyarokat, ugye ez egy tök más helyzet volt, rövővel a háború előtt, hanem ugye ez 4 évvel ezelőtt, és ezek az emberek mentek be szavazni, és ezek az emberek döntik el, hogy ide milyen képviselő, aztán később milyen polgármester vezesse a települést. Ilyen volt, de azért azt mert ez az egész ízléstelen ide behozni a háborús időszakba.
Uraim, erről beszélt Márki Zaj. Teljesen igazad van, ez Márki Zaj Péternek a rossz mondata, és szerintem pontosan erről van szó, hogy a rossz mondatok veszélyeztetik a magyar biztonságot. A rossz mondatok vihetnek bele minket a háborúba, és akkor itt vagyunk annál, hogy a baloldal belesodorhat minket. Na és akkor most én teszek... Ki a háború. Igen, nem lesz, ne legyen háború, és valóban akkor ennyi, hogy nyilvánvalóan ezekben a napokban, ezekben az órákban nagyon meg kell fontolni, hogy egy-egy politikai vezető mit mond, és mi hagyja el a száját. Ebbe szerintem egyetértünk, és akkor itt mindenki majd tovább gondolhatja, hogy szeretné, de ugorjunk, mert emellett, ahogy Józsi, te is mondtad, hogy hiába volt tegnap ugye nagygyűlés, meg békemenet, hangzottak el dolgok, ma már nem sokan beszélnek róla, és akkor ma pedig elkezdődik a pedagógus sztrájk, amiről vajon sokan fognak-e beszélni, vagy meddig tarthat ki. Ugye a pedagógusok határozatlan időre szeretnék ezt előreláthatólag, tehát úgy jelentették be, hogy kitartanak a végsőkig. Vajon kitarthatnak-e, illetve ennek most mekkora jelentőséges súlya van mindezek körülmények között? Én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak sok dologban igazuk van. Tehát az, hogy ők a béremeléssel kapcsolatosan, az óraszám csökkentésével kapcsolatban. Még ugye hozzátette a pedagógus demokratikus szakszervezet azt is, hogy a kötelező oltással kapcsolatban szeretnének valamifajta előrelépést látni. A kormányzat erre azt mondta, most már visszavonták a kötelező oltást, hogy most 10%-os emelés lesz, jövőre pedig 20%-os béremelésre számíthatnak. Hogy ez kevés vagy sok, azt mindenki döntse el. Most szerintem van egy vita, kompromisszumra kell jutni. Abban teljesen igazuk van a pedagógusoknak, hogy a bérekben ők nagyon lemaradtak, tehát bérfelzárkózásra van szükség. Én egy dolgot fájlalok csak, hogy a demokratikus pedagógusok demokratikus szakszervezete mindezt az egészet politikai célokra használja fel, holott szerintem ez egy érdekvitának kellene lennie, ami politikától mentes. Ugye arra való a sztrájk, hogy érdeket képviseljen. Ez egy legális, a demokráciákban legális módja az érdekképviseletnek. A pedagógusok szakszervezetei ugye sztrájkot hirdettek már néhány héttel ezelőtt is, amire a kormány szerintem alávaló módon azzal reagált, hogy kormányrendeletben elvették a valódi sztrájknak a lehetőségét. Ugye most meg kell tartani az órák jelentős részét, és minden osztályban külön gyermekfelügyeletet kell biztosítani. Ez szerintem egy végtelenül barátságtalan lépés. Az meg, hogy honnan indul ez az egész Európában, általános iskolában is, meg középiskolában, meg egyetemi szférában is sereghajtóak vagyunk. Az OECD országokban sereghajtók vagyunk. Szlovákia van velünk egy-egy ponton azonos mélységben, de minden szempontból szó szerint a békesség alatt vagyunk. Aminek most mondhatnék itt számokat, egyet-kettőt mondok is, hogy egy főiskolai végzettségű magyar pályakezdő tanár havi bruttó 182.700 forinttal kezdi a munkáját. 180 bruttó, 182.700 forinttal. Egyetemi végzettsége ez 203.000 forint szintén bruttóban, és egy pálya csúcsán lévő tanár 42 éves munkaviszonya, tehát 42 éve tanít egyetemi végzettséggel, kap 416.500 forint bruttót, ami jelenleg a magyar átlagbér alatt van, ami ugye most már 492.000 forint. Ez egészen felháborító. Ez menthetetlen. Ebben egyetértettünk, tehát abban, hogy emelni kell a béreket, abban én is egyetértek, és szerintem a kormány is emellett van. És itt ugye most, Ervin, csak még egy darab adat az, hogy tavaly harmadannyi tanár állt munkába, mint tavaly előtt. Tehát magyarán, miközben nyilván egyre idősebb a korfa a pedagógusok között, egyre többen évről évre egyre többen mennek nyugdíjba, pörögnek ki a pályáról, a közben egy év alatt harmadára csökkent a pályára belépők száma úgy, hogy a háromszor ekkora és még kevés volt ahhoz, hogy tudjuk pótolni. Tehát akkora nagy a baj, most már annyira ég a ház, hogy tényleg pár év alatt itt az egész rendszer összeomolhat. Eközben a tanárok, vagy legalábbis azok a tanárok, akik nekem a családomban többen is vannak tanárok, különböző szinteken oktatnak, vérig sértve, vagy a tanárok egy jelentős része, akkor így mondom, valamint ezt hallom az érdekvédőktől is, vérig sértve érzik magukat, mert hogy ők vannak most beállítva a kormány kommunikációja által egy ilyen kötözködő, pénzéhes brigádként, akikkel nem lehet szót érteni, akik ráadásul arra az aljasságra vetemednek, hogy most itt kampány idején kezdenek el sztrájkolni. Hát könyörgöm, mikor sztrájkolnak, hanem akkor, amikor leginkább van esélyük arra, hogy tudják az érdekeiket érvényesíteni. Hát most. És
De én ezt nem megint láttam, tehát én azt nem láttam, hogy a kormányzat úgy állítaná be a kommunikációjába, hogy, hogy a tanárok, hogy fogalmaztál, valami brutálisan fogalmaztál. Majd nyújtok én neked, szívesen kinyújtok neked így a kormány sajtóból is. Hát most a sajtóban lehet, hogy láthattál ilyeneket, a kormányzat biztos, hogy nem folytatott ilyet. A kormányzat tárgyalt is egyébként, abban sincsen teljes mértékben igazad, hogy a kormány ellehetetlenítette volna a sztrájkot. Volt egy bírósági döntés, azt a bíróság hozta, nem a kormány hozta. A kormány ugye egy olyan kompromisszus helyzetre törekedett, hogy a minimális szolgáltatás megmaradjon, és ugye ezt lehet azt mondani, hogy igen, ez korlátozza valamennyire a sztrájk lehetőségét, de nem akadályozza meg. A sztrájk van. Sztrájk itt is van, ahol én élek, sőt, ahol a feleségem dolgozik, ott is van sztrájk, és úgy oldják meg a sztrájkot, mindig van gyerekfelügyelet, felváltva sztrájkolnak, megmutatják magukat, megmutatják, vagy elmondják azt, hogy mit szeretnének, tehát van sztrájk, ezt nem tiltotta be a kormány, tehát ez a fajta kommunikáció szerintem abszolút hazug és nem igaz. De nem, bocsáss meg, amikor az első sztrájk volt itt néhány héttel ezelőtt, akkor utána egy nappal vagy két nappal később kijött egy kormányrendelet arról, idézem, hogy sztrájk alatt is meg kell tartani az órák jelentős részét, és minden osztályban külön gyermekfelügyelet biztosítandó. Tehát volt egy létező sztrájk joga a rendszerváltás óta, amivel éltek is minden egyes kormányzat alatt a pedagógusok, aztán most, amikor egy ilyen kínos a politikai helyzetben, egy megalázó helyzetben lévő pedagógus társadalom, mondtam a számokat az előbb, élt azzal a sztrájkjogával, azon keretek között, abban a mélységben, amiben már korábban is élt számos alkalommal az elmúlt 30 évben, akkor a kormány ezt a sztrájkjogot, nem az egész sztrájkot szüntette meg, persze sztrájkjogot szüntette meg, de ezt a sztrájkjogot leszűkítette jelentősen. Ez legalábbis barátságtalan a lépés. No, egyetértünk, hogy sztrájkjog továbbra is van, tehát sztrájkolnak a tanárok, elmondhatják a véleményüket, és szerintem igazuk is van nagyon sok kérdésben. A nagy kérdés az az, hogy amit a kormányzat most letett az asztalra, ez a 10%, ami már meg is valósult, jövőre pedig a 20%, emellett pedig a különböző bérre rakódó plusz juttatások, osztályfőnöki pótlékok, különböző más órák megtartása, vagy korepetálás, ezekre szintén 10%-os béremelést hozott meg a kormány. Tehát van előrelépés a dologban, én csak ezt szerettem volna mondani, és azt is, hogy a szerencsétlen helyzet az az, hogy ezt felhasználják sokan politikai célra. Tehát azért látjuk azt, hogy az ellenzéki pártok vezetői ebben úgy állnak bele, mint hogyha ez az ő ügyük lenne. De ez nem az ő ügyük, ez a tanárok ügye. De most ezen meglepődsz, hogy valaki ellenzékből beáll mögé. Hát a Fidesz, ha ellenzékben lenne, vagy majd ellenzékben lesz, akkor nem fog beállni egy ilyen kezdeményezés mögé. Ugye én csak azt mondtam, hogy a sztrájk jog itt szűkítve lett. Bemehetsz sztrájkolni, de úgy sztrájkolhatsz, hogy közben tartsd meg az óráidat, és legyél bent. Ez nem sztrájk, vagy sajátos sztrájk, mert kiírod azt, hogy sztrájk, de egyébként órát tartasz, és a gyerekek de nem kell, mert felváltva, ezt megoldják minden iskolában, hát úgy oldják meg, hogy egy valaki sztrájkol, és utána váltják egymást. A többiek pedig aláírnak egy papírt, és azzal a sztrájk mellé álltak. Tehát már most látjuk a számokat, abban azért még ma kezdődött, tehát igazából majd még szerintem hétvégére fogjuk látni, hogy hanyan vették fel a sztrájkot. Tehát sztrájk van. Tehát nem tiltották be. Az pedig, hogy a politika hogy használja fel, azon lehet vitatkozni, de azért úgy beállítani, mintha ez egy ellenzéki kezdeményezés lett volna a kormányon szemben, szerintem ez egy hazug beállítás. Én számtalan olyan iskolai igazgatótól vagy iskolai közösségtől láttam nyilatkozatot, amiben elhatárolódtak az ellenzéktől, és kérték az ellenzéket, hogy ne támogassák úgy, ahogy most támogassák, legalábbis ebbe a formában ne támogassák, mert ezzel elveszik az egésznek az értelmét. Politikát csinálnak egy olyanból, amiből nem kellene politikát csinálni. Ez égvilágon senki nem mondta azt, hogy az ellenzéki kezdeményezés, mutass nekem egyetlen egy ellenzéki politikust, aki arról beszélt, hogy ez az ő kezdeményezése, mind azt mondta, hogy ők beállnak, támogatják a pedagógus érdekképviseleti szervezeteknek ezt a kezdeményezését. És mutass nekem létszeres egyetlen egy olyan papír, dokumentumot, videót, hangfelvételt, ahol arra kéri egy iskola igazgató az ellenzéki pártokat, hogy ne támogassák. Tudok mutatni. Át is fogom neked küldeni. A Váci Egyházmegyében három iskoláról is tudok. Az egyikben egyébként a feleségem tanít, ez Dunakeszin van, majd átküldöm neked, mert személyes dolgokat nem akarok itt
Csak létezik. De van. Ez a magyar, van egy olyan... Figyú, tudsz egy egyházi... Annyi segítek, hogy egyháziskolákról van szó, igen. Ja, értem. Akkor nem fogok itt ezek tovább konfagulálni. Egyháziskolákról van szó, amelyek azt mondják, hogy igen, béremelésre van szükség, az óraszámoknak a csökkentésére van szükség, viszont el a kezekkel, el a politikusok kezével az egész sztrájkról, mert nem akarnak azonosulni a baloldallal, nem akarnak azonosulni az ellenzékkel. De ezt nem kéri, a baloldal nem kéri az azonosulás, a baloldal nem mondja azt, az ellenzék oldal nem mondja azt, hogy ők találták ki a sztrájkot, ők azt mondják, hogy elkezdték az érdekvédők, elkezdték a pedagógusok, és a baloldali pártok, ellenzéki pártok pedig beállnak emögé. Egyetlen egy olyan ember sincs, aki azt mondta volna, Gyurcsány Ferenc nem mondta azt, Márki Zajpéter nem mondta azt, hogy induljon a sztrájk, és akkor esünk neki a Fidesznek. Ők beálltak egy pedagógus kezdeményezés mögé. És egy egyházi iskolában egyébként nyilván gondolom én valamilyen módon a Fideszhez kötődő vezetésű egyházi iskolában azt mondja... Ez sértő, mert pont arról beszélek, hogy semmilyen párthoz nem csatlakoznak. Másrészt, hogy cinikus vagy, mert... Azt is megnézném, amikor egy egyházi iskola vezetője azt mondja, hogy sértő az, hogy a Fideszhez kötik. Figyelj, abszolút arról van szó, hogy pártokon felülálló, vagy pártokon túllévő dolgokról akarnak beszélni. De egyébként cinikus az, amit mondtál egy bizonyos szempontból szerintem, mert azért az, hogy az ellenzék mit mond és mi az érzet, mi az embereknek az érzete, az szerintem az két különálló dolog, és erre rájátszik az ellenzék. Tehát lehetséges. Lehet a narratívát írni, hogy az embereknek az az érzése legyen, hogy ez az ellenzéknek a kezdeményezése, és szerintem ez a narratíva íródik. Az embereknek az az érzése, hogy az ellenzék beáll egy jogos kezdeményezés mögé. Ez szerintem magában egyáltalán nem van. Szerintem itt a probléma valószínűleg akkor úgy kell megközelíteni, hogy maga a politika egy ilyen dologban, ha beleáll, akkor azt meg tudja mérgezni már, mint a célt. És ez vonatkozik a jobb oldalra, vagy a bal oldalra. És lehet, hogyha a politikusok ebből kimaradnának, akkor hatékonyabbak lehetnének a pedagógusok, és hát nyilván azt is le kell nézni, hogy a PDS az egyébként pedig milyen politikai irányultságokat támogat, vagy éppen húz elő, és ez kell neki, mint szakmai szervezet, vagy éppen azzal kéne, csak azzal kéne foglalkozni, és azzal minél több pedagógust megkeresni, hogy a célra törekedjenek. Politikusok nélkül. Szóval azt mondod, hogy érvénytelen állítás az, hogyha az ellenzék azt mondja, hogy egyetért egy érdekvédelmi szervezetnek a kezdeményezésével. Nem, ez csak hát én azt mondom, hogy ez a politikus meglovagolja, legyen ez jobb vagy baloldali, tehát ezt ebből ő csak hasznot akar húzni szerintem. Hát ő ezt gondolja, aztán majd, hogyha ez a brigád nyerni fog április 3-án, akkor majd számon kérhetjük rajtuk azt, hogy ők valóban ebből az európai és az OECD országok közötti sereghajtó szerepből a béke segge alól fel tudták-e húzni, ha nem is 12 év, hanem mondjuk 4 év alatt a pedagógus béreket, és meg tudták-e szüntetni azt az állapotot, hogy egy év alatt harmadával csökken a pártra bekerülőknek a száma. Ez majd, ha ők kerülnek hatalomra, ami majd számon fogjuk rajtuk kérni. A probléma az teljesen jogos, de szerintem annyiból ne legyünk igazságtalanok, hogy 2000 óta kétszer emelték érezhetően a pedagógus béreket, az egyik az Medgyessy Péternek volt a 100 napos programja, a másik pedig az Orbán kormánynak a pedagógus életpálya modell. Ha jól emlékszem, 2015-től kezdve, ami egy nagyon jelentős béremelés volt. Most, hogy ezek már elmaradnak az átlagbérektől, az igaz, tehát újra lépnie kell a kormánynak, szerintem ez az akarat megvan. A kérdés az az, hogy egyetlen kinyeri a választást is kinkérhető számon. Na majd utána... Ervi, nem elmaradnak, a béke segge alatt vannak, a világ végén vagyunk, sehol nem vagyunk, tényleg ez a 180... De azt esetleg aggódott, hogy utoljára az Orbán kormány a pedagógus... Igen, ez szerintem egy régi probléma. ...béreket utoljára ők emelték igazán. Hát hiszen 12 éve... Péter volt, tehát a lemaradás nem most kezdődött. 12 éve van kormány a kétharmaddal Orbán Viktor, ez alatt egyszer jelentősen emelte a pedagógus béreket, amit az infláció már néhányszorosan felzabált, azért ez szerintem nem egy óriási eredmény. Azért az, most 10%-kal emelés az ígéret szerint jövőre 20-szal. Tehát az a 30, amit egyébként a pedagógusok demokratikus szakszervezetbe követelt, az a kormány álláspontja szerint megadható, most 10, a következő évben 20. Uraim, ezzel nem ért egyet a pedagógusok demokratikus szakszervezete, ők egyből akarják a 30-at. Ez most szerintem a vita. Igen, mert ők nem Szlovákiával akarnak együtt vanni, mert Romániát is szeretnék megelőzni, meg Bulgáriát is. Na jó, lezárom a vitát, ezzel a vitát egyrészt lejárt a műsoridőnk is, szerintem ezt még el tudnánk húzni, de nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt voltatok, és ezekben a komoly kérdésekben beszéltünk. Jelentkezünk még persze a választásokig többször is, tartsanak velünk akkor is, és visszanézhetnek bennünket mindenféle közösségi felületeken is. Minden jót, viszontlátásra! Isteni volt, köszönjük szépen!